Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az ő gondolatát középen látjuk itt felül és alul. Az alsó kép jelent egy új kezdetet. De sok mindent kell cipelnie, ez egy nagyon nehéz kezdet. Akármit is tervez, nem könnyű. El kell engedni bizonyos dolgokat. De rájött ő erre, hiszen itt már megjelenik, mint egy király, és uralkodik a víz eleme felett. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, odafigyel a saját érzelmeire, és odafigyel a te érzelmeidre is. De vannak elvárásai, hiszen nem szabad elfelejtenünk, ő a király. Sőt, itt is megjelenik, mint egy király, és itt is megjelenik, mint egy lovag férfi. És mivel itt az érzelmekről van szó, nem csak azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit, hanem vannak elvárásai is, hogy te közeledj hozzá, hogy te is kimutasd az érzelmeidet, és úgy tekints rá, mint egy királyra. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Megint megjelenik, mint egy király, itt trónol, ezúttal mutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, de azért még várakozó, az látható a képen. Ő korábban átnyújtotta ezt a kelyhet, ami jelenti az érzelmeket, de te nem vetted ezt észre. Lehet, hogy emiatt megsértődött. És most várakozik, hogy te közeledj hozzá. És itt már látható a megújulás, lesznek változások, mint egy újjászületés. Mit fog tenni, az itt látható jobb oldalon. Átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Jelenti az anyagi segítséget, vagy az értékeket, hiszen értékel téged. De elvárja, hogy te is értékeld őt, hiszen itt van a győzelem. Lesz egy új irány, lesz egy új út, itt a tűz eleméről van szó, tehát a bátorságról, a lelkesedésről, egy új kezdetről, vagy együtt kezetekbe veszitek a dolgokat, és fogtok cselekedni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a kereszt jelenti az ő hitét, de döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és töpreng azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot, esetleg szerződéseket, azt is, hogy visszatér hozzád. Vagy elvárja azt, hogy te közeledj hozzá. Itt a nap megvilágítja az eseményeket, sőt a döntéseket is. Megvan a magabiztos fellépése, azon kívül akar tisztázni veled valamit, látni akar téged. Itt lesznek megújulások és egy szerencsés fordulat. Itt a torony jelentheti azt, hogy szeretne valamit megnagyobbítani, de néha olyan, mint egy labirintus, amikor fogva érzi magát a toronyban, különösen akkor, ha átnyújtja számodra a kelyhet, és te ezt nem veszed észre. Más szóval, amikor kimutatja az érzelmeit, és te elfordulsz tőle.
Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, a fiatalos kisugárzást, vagy jelenthet egy új kezdetet, változásokat. Ez lehet munkahelyi változás is, hiszen az arany érmék összefüggenek a munkával, a pénz és a munkahely. Itt lesz könnyűség, vidámság, mozgás, kis csevegés. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és te irányítod az eseményeket, hiszen te veszed a kezedbe a botot. Az ő jelenlegi helyzete? Itt a virágcsokor jelenti az ő jó ízlését, vagy kerti munkát, vagy egy szép környezetet, de jelenthet egy ajándékot is, és megajándékoz téged. A te jelenlegi helyzeted. Itt a hajó, megvan a remény arra, hogy minden jóra fordul, legyen egy új irány. Amit a hajó még jelent, ez egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok. Ez lehet itt ez az új irány, egy új kezdet. És ez volt az általános jóslás. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám.